Az elmúlt év sikerén felbuzdulva az idén is atmoszféra koncerttel ért véget a Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A csaknem két héten át tartó rendezvény folyam végére egy látványos, fényfestéssel és táncprodukcióval színesített népszerű művekből álló hangversenyt álmodtak meg a szervezők. A Mendelssohn és Weber műveiből álló programot a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar előadásában hallhatták. A karmester csak úgy, mint tavaly, Hollókői Huba volt, aki ezúttal már, mint az együttes frissen kinevezett művészeti vezetője, dirigálta a zenekart. Karl Maria von Weber 1817 és 1820 között komponálta a Bűvös vadász című operáját, amelyet a német romantikus opera szimbolikus kezdőpontjának is tartanak. Erre elsősorban a történet határozott német nemzeti jellege és erőteljes érzelemvilága adhat okot. Weber, akárcsak az est másik szerzője, Felix Mendelssohn Bartholdy, igen fiatalon komponálta a művet. Az atmoszféra koncertről az előadás napján a Híres Agóra épületében Aknai János tárlatának képei között beszélgettünk Hollókői Huba karmesterrel, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar közelmúltban kinevezett művészeti vezetőjével. Közös vonása a két szerzőnek, hogy mind a ketten nem élték meg a 40. életévüket, tehát mind a ketten nagyon fiatalon meghaltak, sajnos, és mind a ketten csoda gyerekként kezdték a pályafutásukat. Weber is már, ha jól tudom, 20 éves korában komoly szimfonikus zenekaroknak volt a karmestere és művészeti igazgatója, és rengeteg francia és olasz operát mutatott be ő maga, és tulajdonképpen ezeknek az átszűrésével, újragondolásával született meg a német romantikus opera, amiben kicsit megfűszerezte német folklorisztikus elemekkel, népzenéből, kölcsönvett fordulatokkal, ilyen misztikus, földön túli, démonikus dolgokkal. Hát aztán innen meg ugye eljutunk nagyon hamar Wagnerig, aki pedig estéket megtöltő, hasonlóan misztikus és démonikus történeteket komponált, de a leitmotív, a vezérmotívum, mint gondolat, az Webernél nem elsőként, de az első között fordul elő. Tehát Weber ilyen szempontból nagyon innovatív zeneszerző volt. A koncert második részében Felix Mendelssohn Bartholdy Szent Ivánéi Álom című szvittjének öt tételes változatát játszotta el a zenekar. Az előadás különlegessége a szabadtéri atmoszféra mellett még az volt, hogy végig táncolta a művet Nagy Nikoletta, a Kecskemét City Ballet szóló táncosa. A művész Puck figuráját rendkívüli impulzivitással jelenítette meg. A táncprodukció rendezője Barta Dóra, a Kecskemét City Ballet vezetője volt. Thank you.
A Szent Ivánéi álom nyitányát Mendelssohn 17 éves korában írta, de ezzel együtt is teljesen kiérlelt műnek tekinthető, semmiképp sem zsengének, ami a szerző életkoránál fogva akár adhatná is magát. Ez a zseninek az egyik jele, hogy 16 évesen megírta ezt a nyitányt, ami akkor még nem is nyitány volt, hanem egyszerűen elolvasta Mendelssohn a Shakespeare művet, a Szent Ivánéi álmot, és megihlette, és megírta ezt a darabot, aminek ez lett a címe, hogy Szent Ivánéi álom, és aztán 20 évvel később, röviddel a halál előtt kérte meg a akkori munkáltatója, hogy egy színpadi kísérőzenét írjon a Shakespeare darabhoz, és amit letett 20 évvel ezelőtt, azt a ceruzát felvette, és ugyanonnan folytatta. Tehát, hogyha leülünk és meghallgatjuk a kísérőzenét, egy semmit nem lehet észrevenni abból, hogy az első tétel és a második tétel között eltelt 20 év. Shakespeare vígjátékának teljes kísérő zenéjét tehát mintegy másfél évtizeddel később komponálta meg Mendelssohn. A mű lényegét, a shakespeare-i tündérvilág illúziót keltő ábrázolását már szinte gyerekként sikerült a szerzőnek megragadnia. A remek művű nyitány ezt a tündérvilágot valóban egyedülálló zenekari színekkel, gazdag ritmikus fantáziával kelti életre. A kísérőzene többi részlete is pompásan eltalálja a mesevilág hangját. A suite egyik legnépszerűbb tétele a Virtuos Scherzo, amely ismét a tündérzenék Mendelssohn által megteremtett intonációját képviseli, de emlékezetes momentuma a kísérőzenének a holdvilágba borult erdő édesen vágyódó éjjel dala, a Notturno is. Hollókői Huba karmesterként egy évvel ezelőtt debütálta a Kecskeméti Szimfonikusok élén, akkor is egy atmoszféra koncerten. Arról faggattam, melyek az előnyei és a lehetséges hátrányai a szabadtéri koncerteknek. A szabadtéri koncerteknek van egy óriási előnye, hogy nem csak azok hallják, akik koncertterembe bemennek vagy be akarnak menni, hanem olyanok is találkozhatnak a szimfonikus zenekarral, akik éppen csak arra járnak. Nem is tervezték, hogy komoly zenét fognak hallgatni. Mérleg másik serpenyőjében pedig az van, hogy azért ezeket a darabokat mégiscsak egy koncertteremre komponálta a szerző, tehát a ideális akusztikai viszonyok rendkívül sokat nyomnak pozitív értelemben a hallgatói élményben. Idén viszont lesz erősítés a koncerten, tehát tavaly évben nem volt. Idén a Szegedről specialisták jöttek, akik komoly zenei koncertek erősítésével foglalkoznak, úgyhogy bízom benne, hogy most sokkal átütőbb erővel fogjuk játszani ezt a zenét. A Szent Ivánéi álom suite közismert tételéhez, a nászindulóhoz nem is kell kommentár. Tézeusz és Hippolita esküvőjén épp olyan tökéletes hatást kelt a mű, mint a mindannyiunk által ismert valóságos házasságkötések alkalmával.